Sziasztok! Most is egy újabb rész következik a kardiológiai rehabilitációt bemutató beszélgetésekből. Fogadjátok sok szeretettel! Az életmód tanácsadás mellett a kardiológiai rehabilitáció az pontosan az a hely, ahol a betegeket oktatjuk, és nem csak a betegeket, hanem a családját is. Például egy nagyon fontos kérdés, hogy infarktus után dolgozhat-e a beteg az adott munkakörében, hogy vezethet-e autót, hogyha vezethet vagy nem vezethet, akkor mikortól nem vezethet, hogy véglegesen nem vezethet autót. Nagyon fontos kérdés, hogyha szeretne repülni, akkor mikor repülhet, hogyan repülhet, milyen óvintézkedések szükségesek a repülés előtt. A rekreációs tevékenységek, például a különböző szauna típusok, vagy a finn szauna, az infraszauna, az különböző betegségekben mikor, mennyi ideig engedélyezett, és hogy miért. Vagy például milyen gyógyfürdőbe mehet. Tudtátok azt, hogyha valaki bemegy egy gyógyfürdőbe, egy 40 fokos termelvízbe, akkor 10 perc alatt 1 Celsius fokot emelkedik a maghőmérséklet. És ezért gyakorlatilag, hogyha 36 Celsius fok valakinek az átlag hőmérséklete, akkor hogyha 30 percig marad egy termelvízben, akkor gyakorlatilag lázas lesz. Amit ugye nyilván nem akarunk. És ez befolyásolja még nyilván a szívfrekvenciát is, mert például egy infraszauna, az 30 perces infraszauna 30-al növeli meg az átlagos pulzus számot, míg a finn szauna az ennél sokkal kevésbé. És ezeket mind-mind-mind meg lehet beszélni, meg tudom, és meg is szoktam beszélni a betegekkel a rehabilitációs tanácsadásról. Vagy például fontos kérdés a szexuális együttlét, hogy mikor lehet, hogyan lehet, mennyi ideig lehet. Nagyon érdekes, például amikor valaki elkezdi a szexuális együttlétet, a bevezető fázisban gyakorlatilag semmilyen fizikai aktivitásnak nem minősül az esemény, és amikor eljutnak a csúcsra, az gyakorlatilag egy 5, mert egyenértékű teljesítménynek minősül. Az 5 met egyenértékű teljesítmény, az gyakorlatilag egy 2 vagy 3 emelet mászásnak felel meg, amit mondjuk egy normál ember meg tud csinálni gond nélkül, de egy szívelégtelen betegben lehet, hogy ritmuszavar generálódik. Szóval ezek is ilyen fontos tényezők. Tetszett ez a rész a kardiológiai rehabilitációról, és kíváncsiak vagytok a továbbiakra, akkor nézzétek meg majd a következő részt is. Sziasztok!